Az biztos, hogy ez az első sör még nagyon ízlik mindenkinek. Mindjárt meglátjuk a következőnél, hogy milyen reakciók lesznek. Állok, tiszta sör leszek. Érkezik az első versenyző. Kb. 72-es kört produkált az első futó a sörivással együtt, az egész, ja, csak a futással együtt, bocsánat. Esetleg az úriember, ha hallja, akkor az egyes pályára megkérnék, hogy kívülre tessék kifáradni, hogy a versenyzők belül futhassanak. Köszönjük szépen! Egész jó az idő, de valószínűleg világcsúcs már nem lesz. Ott a kanyarba tessék nézni valakit, ott, nézzük, majdnem találkozott a vukkal. Ez még a negyedik sör után megbosszulja magát. Harmadik sörét iszza az első versenyző ebben a futamban. Nagyon jó látni, hogy ilyen sokan vagytok, mindenhol futnak az emberek, mindenhol fogy a sör. Nyilván ez eddig rekord mennyiségű sör, illetve részvevő is, úgyhogy örülünk neki, reméljük mindenki jól fogja érezni magát, annak ellenére, hogy nem feltétlen kellemes ez a verseny. Thank you.
Már a negyedik sörre fogy az első versenyzőnek, aki az éle halad. Úgyhogy az utolsó körére fog kimenni mindjárt. Fehér fejpántos, kék pólós, hátulról meg nem mondom a nevét. Az első versenyző a célegyenesre fog ráfordulni éppen most kék pólóba. Az ideje az igen jó, mert 6 perc 46 másodpercen jár, hogy ezzel a gyorslábú elitfutamba is bőven befért volna, de valószínűleg ez az első versenye. Az egyes párt hagyjuk szabadon, légy szíves a befutónak. Hajrá, gyerünk, gyere! 7:03 az ideje. Akkor itt majdnem nagy hajrá volt közben a végén, a figyelmem a kék pólós fúriemberre terelődött, ezért nem láttam, hogy egy nagy hajrával a fehér pólós fiatalember fut éppen föl rá. Wagner Tamás nyerte ezt a futamot. Söffer Attila pedig a második lett, éppen próbálta utolérni, de nem sikerült. De ezzel az időeredménnyel valószínűleg jövőre egy elit futamot beiktatunk nektek, mert egész gyors volt. Várpoló Tamás is beérkezett. Ha jól látom, negyedik helyre. Evelyn, kérlek, fáradj a zenéhez, az Andris azt mondta, hogy te tudod megcsinálni. Rohamosan fogynak a sörök és a körök, illetve az emberek a pályán. Hajrázni, hajrázni kéne, gyerekek! Azért ez futóverseny is, nyomjátok! Nem baj, hogyha egy kicsit büfögsz közben. Közben sorban érkeznek be a befutók.
ezt a mekkora hajrát Old Krisztián barátomtól. Gyere, Marta, gyere! Kopasz, nagy darab, 110 kilós tűzoltó. Óriási dolgok történnek, mert nagy baráti összejöveteleket folytatnak a srácok kivás közben, mert ugye van rá idő. Mert az elején még úgy egészen gyorsan elfogyott a sör, most pedig megbeszélik a napi politikai eseményeket, az új koronafertőzöttek számát, tehát mindenképpen készülnek, lehet, hogy karanténra, hogy már nem is kell inni. De azért természetesen közben sorba érkeznek azok, akiknek ez nem okozott problémát. Szerintem a fiatalember pluszkört fut, valószínűleg találkozott a rókával. Hát ugye a róka az meg büntet. Márk is megérkezett. Ó, fantasztikus az 51-es számú és a 92-es számú ember. Nagyon sajnáljuk, hogy nem kaptuk meg a listát, hogy melyik számmal kik versenyeznek. A következő futamban reméljük ezt már tudjuk korrigálni, és akkor így rajtszám alapján szurkolhatunk. Benedek, hányadik söröd? Ízni? Nagyon rossz. Dani, neked finom a negyedik sör? Hát ezt... nem tudom, mert... Uram? Szörnyű. Jó gondoltam, hogy az első sör az még nagyon ízik, de a negyediket azt már nem kívánja a szervezet. De hát ti voltatok ennyire bátrak, hogy elinduljatok ezzel a versenyen, néha ilyet is kell. Közben nagyon reméljük, hogy a következő futam versenyzői melegítenek keményen, mert látták, hogy igen komoly fizikai teljesítményt nyújtottak a mostani futamban versenyzők. Úgyhogy melegítsenek, fussanak, lendüljenek, gyakorolják ezt a mozdulatot, ahogy indik el a sör, mert idő alapján hirdetjük nyilván a győztest az A és a B futamból, tehát az A és a B futam az egy kategóriának számít. Nyilván a hölgyek külön vannak értékelve, de az A és B futamban lévő férfiak azok egy kategóriába tartoznak, attól függetlenül külön versenyeznek. Viszont itt a kettő futó nagyon nagy hajrát nyom itt a végén, 100 méterre, körülbelül 11,5 másodperc, szóval azt a mindenit, mekkora tempó! Hát ez szenzáció! És Felber Balázs és Biros Benedek, illetve egy másik kollega hajrászak itt a végén, hát igen, körülbelül a későn vettük észre, de valószínűleg az utcsó 200-et azt úgy megnyomták, hogy olyan 26 másodperces 200 lehetett. Egyébként nagyon komoly atlétáink, akik már elmúltak 18 évesek, és most megpróbálták magukat, hogy hogyan megy ez nekik mégis sörivással együtt. Annyira nem jó, mondhatjuk, hogy olyan közép eredményben sikerült nekik ezt teljesíteni.
de itt ez a hajrá szenzációs volt a végén. Ha jól számolom, még 5-en vannak versenyben a pályán. Ja nem, tévedtem, mert itt a sörivókat nem számoltam, úgyhogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8-an minimum. Most már csak 7-en, gratulálok a teljesítéshez. De nagyon komoly fizikai feladat egyébként 1600 métert lefutni önmagában is, nem csak sörivással együtt. Minden egyes alkalommal el szoktam mondani, hogy én jól tudok futni, és inni is, külön-külön, együtt egyik sem megy, mert már próbáltam, 20 percre sikerült nekem abszolválnom ezt a versenyt, úgyhogy inkább elengedtem ezt a szorít, most is inkább mikrofont ragadtam. Remélem nem bánjátok. Hogyha az alfutamból 8 óráig beér az utolsó versenyző is, akkor 8 órakor el fog rajtolni, hogyha nem, akkor egy kicsit csúszik, hogy mindenki úgy készüljön. Gyere, húzd meg a végét, gyerünk, hajrá, 5 méter, 3, 2, 1, gratulálunk! Lassan-lassan mindenki be fog érni az alfutamból, úgyhogy a B-futam készüljön. Ó, még van egy sör, uram? Hát akkor húzzuk meg, gyerünk! Szurkoljunk neki, hogy az negyedik sört le tudja húzni jó gyorsan. Kicsi biztatást a kollégának. Finom az, nagyon finom. Hajrá! Evelyn, hol vagy? Ha jól látom, akkor az alfutamból már csak egy ember van kint. Mindig azt szoktam mondani, hogy a legnagyobb drukkolás az sokszor az első, a versenyző nyeri, vagy hát aki nyer, az kapja a legnagyobb szurkolást. Viszont aki utoljára szokott beérni, az is brutál nagy biztatást szokott kapni, szerintem ez most sem lesz másképp. Ráfordul a célegyenesre, akkor biztosuk egy kicsit, hogy besprinteljen ide. Hogy ne csúszson a rajtunk. Gyerünk, gyerünk, gyere, hajrá! Hajrá!
nagyon jó, Tempó, gyere, húzd meg! Gratulálok a teljesítőnek, egyébként az idő eredmény az egyáltalán nem rossz, az enyémnél biztos jó. Szép volt, gratulálok! Valószínűleg annyira nem volt kellemes érzés neki, hogyha...